Sziasztok! Itt az utolsó hét az alapszakaszban. Utolsó 16 rossz tipp. Vagy hát nem is olyan rossz, mert kiszámoltam. 87 rossz tippem volt a forduló előtt. Az egész szezont illetően. És 153 jó tipp. Az meg nem illeszkedik a mintába. Nagyjából így volt eddig. Na most az egyik szám az nem fog változni. Tehát ez a 87 rossz tipp ez így megmarad. És most jön 16 jó tipp. Most itt az utolsó fordulóra mindent láttunk, én legalábbis. Mindent megtanultunk ezek alapján, és akkor ezt a tudást felhasználva az utolsó fordulóban minden mérkőzés eredménye el lesz találva tökéletesen. Főleg azok, amiknél mind a két csapat már pihentet és cserék cseré játszanak, hát azt a legkönnyebb megtalálni, ugye, hogy mi lesz. Ez lesz 16-ból 16, eddig nem jöttek, gondoltam rá, hogy lesznek ilyen hetek, de ez most az, ez az a hét. Most mindegyiket eltállom érzem, mert nagyon átlátom most már. Mert hogy ugye kialakul rájátszás mezőny. Na most, ami van bőven számolgatni való mind a két konferenciában, így ugye Józanész azt diktálná, hogy ugye külön vegyük át, hogy azok a meccsek, amik fontosak, AFC-ben, amik már nem olyan fontosak, NFC-ben, ami fontos, és így meg úgy. Na hát ezt diktálná a Józanész. Na hát nálam nem így lesz. Marad a szokásos, megszokott magabiztossági sorrend. Szóval, így majd így bele kell kapkodni témakörökbe, tehát nehezen lesz átlátható, de hát már megszokhattátok, hogy ez így van. Most is így lesz. Na hát a legmegbiztosabb tipp az, hogy a bengáz kikap. Volt már ilyen, ugye, amikor, vagy nem volt? Amikor játszottak hétfőn a steelers lehet, hogy akkor második helyre futottak be. De lényeg a lényeg, megint azt várom, hogy bengáz kikapjon. Annak ellenére, hogy Brandon ellen életemecsét lejátszotta, meg hogy mennyi felfele ível a Bengals mi. Na hát a Ravens is felfele ível. Ravens amennyiben nyer, bejut a rájátszásba. Erről szól már ez a dolog. Mindenki jól van, nagyjából szemkok beteg, ő nem tud játszani, tehát a Panther nincs, az jó a Ravensnek, mert rámennek akkor. Uha. Bengázból hiányzik William Jackson, úgyhogy fogja tudni dobálni a labdát Lamar. Meg tudják majd futtatni is. Megnyeri a Ravens, tudja a playoff, tehát most volt egy része a szezonnak, amikor hát ők voltak ott a nyolcadik, kilencedik helyen, még mert Raiders is előttük volt egy ponton, emlékeztek a szezon közepén, hát aztán egy decemberben megvertek mindenkit. Na most a Bengals a következő, ők is megkapják majd a magukét. aztán majd ők ráébrednek, hogy nem Texan szintű védelemmel találkozik Brandon, akkor lehet, hogy ez nem lesz majd olyan jó neki. Úgyhogy a Ravens lendületből jön, mert mondtam nektek ugye a meccsük kapcsán is, hogy ők nagyon veszélyes csapatnak tűnnek így rájátszás előtt, de még nincs rájátszás, most is annak tűnnek egyébként. Úgyhogy ezeket lepofozzák. lehetőleg maga biztosabb tipp Ravens. Hát ezek mindig jönnek, ha meg őket, mert van ilyen, hogy átok megy rájuk, akkor meg bejutunk mi? Hó, hát az se rossz. Némi elővigyázatoság azért volt benne, mert bemondtam volna a kolcot első helyre, hát akkor az jött volna az átok, Jacksonville-el játszunk. Na most az első fordulóban kikaptunk tőlük. Bizony miért vagyunk itt. Most ugye a kolc 8. helyen van. Amennyiben nyerünk, de nyer az összes többi is, nem jutunk tovább. Szívás. Hogy jutottunk ide? Úgy, hogy az első fordulóban kikaptunk a Jacksonville-től. Utána kiket vert még meg a Jacksonville? Senkiket. Így van, csak bennünket. Philip Rivers mindig jó játszik, hogyha nem bántják, és hogyha jó idő van. Most múlt héten a Steelers ellen bántották, és rossz idő volt, így is majdnem nyertünk. Hát akkor még mit akarsz? Most a Jacksonville-iek nem bántanak senkit ők nyugodtan el vannak, plusz szépítő van. Na most akkor ezt a meccset le kellene hozni Filipnek, könnyen megnyerni. 22 óra 25-kor lesz ez a meccs, addigra már tudni fogjuk, hogy sok más csapat mit játszott, akikkel mi versenyzünk. Még a tennessee nem fogjuk tudni, mert hát hogyha még úgy alakulnak a dolgok, ne hogy Isten, még a is megnyerhetjük, hát én abban már nem reménykedem. De hát, ha valahogy bekeveredünk a playoffba, rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban, mert hát azért könnyű dolga van a riválisoknak, lássuk be. De mindegy, mi a saját meccsünkkel az uti megnyerjük, mert mi valami jók vagyunk, kár, hogy az első fordulóban nem nyertünk, ugye? Jacksonville nagy, nagy ellenállás nem fog azért felmutatni most, ugye. Kiharcolták ők az egy 1 egy biztosan. Trevor játszott tegnap, igen, igen, fáradtnak tűnik, ráadásul gyenge volt. Justin lejátszott a pályáról, nem Herbie, hanem Fields. Úgyhogy Jacksonville úgy döntött, hogy végülis is nem nevezi be Trevor-t erre a meccsre, mert akkor maradjon Glennon. Mert hogy nem tudnak már előre sem fele mozogni, meg hátra fele se, megvan nekik, egy per egy, de hát így megmutatják, hogy ők végig nem tankoltak, nem azért nem játszott Gardner, hanem azért, mert Glennon adja a legjobb lehetőséget egy győzésre. Ki? Így Mike Glennon, ő adja. Nem játszik Chark, Colin Johnson, James Robinson, tehát aki tudna pontot szerezni, az azért levezik a pályáról. Szóval most nem tudom, hogy náluk most mi a terv, pihentetnek 2021-re, mi lenne a terv, előszezonra. Hát, ha lesz. Jól van, Nálunk Castonzo kidőlt óriási szívás, tehát ő már nem jön vissza a PLF-ra se, ha véletlen bejutnánk. Helyettese Will Holden is kidőlt, hát őt azért tudjuk helyettesíteni. Meg ugye Kari sérült, meg Rock, teljesen mindegy, megoldjuk így. Ezt a meccset ezt lepofozzuk. Tehát aki Colts Drucker, azt ezt a meccset nem nézi. Tehát ő 7 órakor kiizgulja magát, hogy hát ha valamelyik szerencsétlen elbénázza a közül, aztán itt meg már bulika lesz. Mert hogy mi ezt tuti hozzuk. Mások más csapatok miatt kizgulok, nem magunk miatt ugorjunk az NFC-re, aminek az élen a Green Bay áll, hát ők szeretnék, hogy ez így is maradjon, és tét meccset játszanak, kérem szépen, egyrészt maguk miatt, mert még nem biztos, hogy nekik meg lesz, ugye az első kiemelés, de hát ha nyernek, akkor meg lesz, Chicago ellen játszanak, ők meg playoffért mennek, playoff helyen vannak, nem, hogy mennek érte, beelőzték a kárcot, és hát szerencsétlen chicago pont úgy jött ki utolsó fordulóban Green Bay-jel kellene focizni, hát pont ez jött ki tudták volna előre, nem erőlködnek ennyire. Edzésen, csütörtökön elszakította a David Bakhtiari, Rogers vakoldali védője. Ez azért borzasztó, ugye most. Ó, ma most Kali jönnek, akkor elkapja, nem kapja el, mert átveszi a snappet, dobja. Ó, Jalen Johnson és Buster Screen Chicago secondary továbbra is hiányos, úgyhogy megint a no-name cornerek. Rogers ellen? Ők? Ha hogy játszott volna a, a, meg a Rookie gyerek, akkor jobb lett volna a passzfétekezés, mi? Hát végül teljesen mindegy. Kár volt elmondanom. Rodgers MVP címér megy. Nem kell sokat tennie, ugye Mahomes ül. Tehát most ez azért segít. Úgyhogy itt most Chicago Bears ellen még egy nagyot lökhet rajtuk, hogy kipöccinti őket a playoffból. Rodgers nagyon utálják chicago hogy szívesen megvernék. chicago lesz ez a mérkőzés, szurkolókat nem engednek be, pont emiatt. Atrocitást elkerülendő. De hát sajnos megint nagyon, nagyon sok tévé lesz szétverve Szelesvárosban, ugyanis Rodgers lenyomja a berszt megint. Odavágon rettentő dominánsak voltak, tudnak ehhez alkalmazkodni a védelem? Felszedi magát? Az rájönnek, mit kell csinálni Rodgers ellen? 15 éve nyomozzák, még nem jöttek rá, úgyhogy most se. Szomorú hír, ez lesz, folytatódik az MVP kampány. Trubisky nem tudja ugyanazt, az exploszív kiskunhalas nem tudják ugyanazt az expozív játékot hozni majd Trubiskyék, mert most nem liga alsó ötös defense találkoznak, plusz hátrányból fociznak. Szomorú híreket mondok, hát sajnos ez van, nem került elő a táska. De hát amennyiben Trubisky, teszem azt, jobban játszana, mint Rodgers sokkal, több pontot csinálnának, mint ők, akkor hosszabbítanak vele? Hát figyelj, ha jobban játszik, mint Rodgers, én azt mondom, adjanak neki egy új szerződést. Hány évre? Fél rendbe fél plusz egy évre hosszabbítanak Trubiskyvel, amennyiben jobb lesz, mint Rodgers sokkal. Ezt azért aláírjátok, nem? És akkor Bears nyerbe jut a playoffba. Ennyire könnyű? Hát nem. El kell menni, meg kell venni a Green bay -t. Otthon, otthon kell megvenni. Soldier Field-en, tehát csak otthon kell maradni, és úgy kell őket megverni. Lehetséges? Szerintem nem. Másik NFC csapat, Seahawks, Fortinányász ellen fotizik még a hét közben ezt a meccset ugye középmezőnyben lőttem volna be, ugye maga a biztonsági versenyben, mert hát nem vagy a seattle elájulva azért. Így mostanában nézegeted őket, még friss az élmény. De hát aztán kijöttek a hírek, hogy kik játszanak, kik nem halad a 49 nincs játékosa. Tehát konkrétan egész évben arról szólt, hogy ez hiányzik, az hiányzik, most valaki felépült, ja nem, mégse, és akkor így hiányoztak tőlük 20, nagyjából a kezdőcsapatból, ugye 22 kezdő van, csak mondom. Van, aki végigjátszott, volt olyan. Na hát most úgy vannak, hogy olyan 55 sérültjük van, és hát ugye a kezdőcsapatot, azt Kály sem tudná felsorolni. Ő a vezetőedző, tehát mondanák, hogy Kály, hogy álltok föl? Fogalma nincsen, küldene az orvoshoz, majd ő elmondja. De nem tud annyi játékos mondani, ha nincsenek 11-en. Úgyhogy lehetséges, hogy be kell állni Robert Szalának, be fog állni defensive backbe, vagy egy hybrid safety, eljátsza linebackerrel együtt. Brutál, elkapó egyáltalán nincs, hátul van valami, hát ott azért felfogadott összeállításba, de én már pihentetném őket is, nem? Sérüljön rá Warner, minek? Betörden nyomulnak, igen. Jamal Adams megmondta, ennél jobb defense nincs a világon, azokon a meccseken, amiket ő néz, biztos, hogy így van. Szóval egy múlt hetihez hasonló, nem túl pont gazdag szétlő győzést várok. Megint ilyen 20-10, lehet, hogy az lesz. Senehen mágia nem segít majd betördön meg bármilyen futójátékos oda áll, Jeff Wilson. Mindegy nekem. Szóval, ahogy így elnézegettem, mert ugye a Seahawksból nagyjából nagy változások nincsenek. Ugyanazokkal kijönnek, de hát nincs kinek dobni. Most kitült felépítették, ő most játszik, is minek játszik. Ki fog kapni a Niners, na. Ziox nyer, aztán reménykedik, hogy hát a Trubisky majd csodát tesz. Nem gondolnám, hogy ez a nagyon jó terv. De a lényeg az, hogy a csoportjuk megvan, aztán bizakodnak, hogy hát, ha még buknak, aztán második lesz, vagy harmadik, ne hogy Isten első, a Seattle, valami ilyesmi lesz, inkább második, vagy harmadik. De hát ez a meccs, megvan. Következő NFC élcsapat, amelyik már bejutott, ugye New Orleans, de még ő náluk is előfordulhat az, hogy minden jól alakul, akkor ők lesznek az elsők, de nem fog minden jól alakulni. Mert ha Alvinka elkapta a koronát, hallottátok, olvastátok. Ilyenkor mi van? Ilyenkor tíz napig a futball, nincs edzés semennyi, és ha kiszámolod, ugye hónap meccs, meg tíz, akkor az szombat, hogy van? Pénteken nyomta le a tesztet, szombaton még nem fotizhat. Szombaton van Whitecard meccs, így van. Tehát akkor mit kell csinálni? Meg az NFC-t, nem? Bye kész. Hajrá, Trubi. Vagy. Vagy mákok van, akkor vasárnap van a meccs. Hát most ezt kidönti el. Hát ezt most az NFL meg a TV csatornák összedugják a fejüket, hogy mi legyen. Nagyon komoly propaganda tevékenység kéne, hogy, hogy pont kijöjjön, hogy már tudjon játszani edzés nélkül. De nem ő az egyetlen ám, aki rosszul van, mert az összes elkapó ilyen van a Saintsből. Emmanuel Sanders játszik, senki más. Trubris Brees vállalja. Ja, Taysom is játszik, ő elkapónak számít? Mondjuk azt. De ugye nem játszik Gardner Johnson, Marcus Williams, akkor Con alexander véglegesen véglegesen is kellett adni, úgyhogy ez hát van baj New orleans és azért várnak embereket vissza, meg hát így korterembe is azért váltják egymást. Messze nem a legjobb összehajtásba mennek. Ki az ellenfél, azt tudjuk? Carolina Panthers az ellenfél, hát nekik már régen mindegy, most ezt a Washingtoni múlt is csak muszájból nyerték meg, mert a a Washington úgy döntött, hogy ők eladják. Tehát Caroline a készen állt a vereségre, tehát ők megtettek, hogy mi nem nagyon akarunk nyerni, de nem tudtak annyira rosszul játszani, hogy kikapjanak a Washingtontól. Hát most tudnak majd olyan rosszul játszani, hogy kikapjanak a New Orleanstól. Mert azért Teddy, ó, Teddy ismeri őket, igen, teddy is ismerik, el fogják kapni őt, Cameron Jordanék, Onyemata lenyomata. Elkapják, belevágják a földbe teddy nyomás alatt fog játszani. Tőlük hiányzik Okunk, hiányzik Mike Davis, ki lesz akkor a futó? Hát majd az a cornerback, aki szokott futni. Meg Burns, Pride, Defenseből, úgyhogy ez egy is könnyebb dolga lesz? Ugyan könnyű dolga lesz, mint szokott. Ja, az aránylag könnyű. Most játszottak ugye a Vikings ellen, csináltak 150 pontot, ezt azért lehet másolni a Carolina ellen is. De hát csoport, azokat jobban ismerik. Jobban ismerik, akkor nem lesz annyi, akkor csak 39. Tehát ez lehetséges, hogy elkapok nélkül, kameránélkül, nélkül, le. ne viccelj. Így is azért meg lesz. Carolina már várja a szezon végét. Itt azért sok egyetemista volt tavaly, 12 meccses alapszakaszhoz szoktak hozzá, elég volt már a futball. Január van, már hova focizzanak? Megértem. New Orleans nem túlságosan attraktív játékkal, de ezt azért lehozza. Megnyerik, Drew Brees, nem tudom, hogy hogy fog kinézni, így, hogy amit látsz, az valójában nem annyira mérvadó, mert nincsenek ott azok az emberek, akik kihoznák belőle a szuperstárt, belőle ki kell hozni, nem ő hozza ki a másikból. Hát most már itt tartunk. De Jared Cook ott van, meg Emmanuel Sanders, az azért elég. Latavius Murray futások. Taysom, sok, sok white ket. Nem vagy izgatott ezen meccs miatt? Hogyan érhet ez? Hogy lehet ez? Ha jól játszik Teddy, akkor ebből lehet még egy ilyen adok kapok? Az nem is lesz, de szoros meccs lehet, ha jól játszik Teddy. Szerintem rosszul fog játszani Teddy. No offense. És csak ez az utolsó meccs a Panthers uniformisban? Remélem. Vissza az EFC-be, vissza a csoportocskánkba. Tennessee-nek egy győzés, aztán ben vannak, megnyerik a csoportot, sajnos, mert hát jobb a tiebreakerük, mint nekünk. Hiába feleztük a párharcot. Még hogyha kikapnának, mi lehet akkor is bejutnak, annyira vicces a dolog, de szerintem nem lesz erre szükség. Tennessee-ben a kicker, meg a panther is a Covid-dal küzd, Körn, meg Goszkowski, de Hát azért nem kell nézni, hogy mikor volt ez, mert még lehet, hogy mondjuk aktiválhatóak, össze-vissza vannak ezek a dátumok. Nem ellenőriztem, megmondom nektek. Ha játszik, játszik, nem, nem. Texans. Van valami változás? Nincs semmi. Ugyanúgy Dushon hero -ból. Hát ez egy sok mindenre elég. Hogyan nyerhet a Texans? Hát... Olyan, őket most kivégezte Brandon Ellen. Hát erre azért Enehill is képes, meg hát azért vannak tehetséges emberek ott a Titansnél egyetlen egy módja van annak, hogy nyerjen a Houston, 45-42-re megnyerik. De minden támadásból touchdown, folyamatosan jönnek, másik is, az is így úgy, és a végén az utolsó támadásnál még maradt 9 másodperc Dushonnak, előrehajítja, megfogják, mezőny gól, Kaimi Ferben 57-ről, gól, 45-42. Ebben ez az álma Houstonnak, hogy így most megnyerhetik ezt a meccset. Nekem is ez az álmom egyébként, mert akkor azt jelenti, hogy mi megnyernénk a csoportot, ugye, mert Jacksonville sima lesz. Hát ez jó lenne, nem gondolnám, hogy ez lesz, ez ilyen 1 százalék. 99 az, hogy Texans nem tud elég pontot csinálni. Mert hát miért? Hát azért nem zavarják meg Dushont. Ezt a védelmet ő szétszedi. Jó, legyen így, de akkor az azt jelenti, hogy nem hibázhat bele, tehát konkrét híróból kell neki is minden egyes drive-ot életbe tartani végén TD-vel, mert ők fognak kapni egyébként pontot. Ezt tudja a bácsi, nem tudom mennyit csinálunk, biztos, hogy kapunk. Így van, fogtok? Derek Henry jön, kell neki 223 yard a 2000-hez. Tehát Erik Dickerson nyugodtan alszik, az ő rekordja az biztonságban van örökre, de a 2000 az meg lehet. Na, és az mit ér? Hát nem ér semmit, annyi, hogy fáradtan kezdni majd a Whitecard meccset. Érdemes akkor? Hát nem érdemes egyáltalán. De most 1957 yardot futna, ott teszem az Derek Henry nem 2000-et, akkor mi van? Baj van akkor? Szarul alszott? Jó, rosszabb neked attól? Te Nessi Drucker vagy? Jaj, csak 1957 yardot futott Derek, most mi lesz? De jó lett volna, a 2000-et fut. Nem tök mindegy. Nem, nem. Chris Johnson is CJ 2 volt, úgyhogy emiatt sokkal jobb volt az a szezon, és így, hogy kiestek a playoffban, így azért sokkal emlékezetesebbé vált. Így volt? Én nem tudom, ti tudjátok. Én nekem mindegy lenne, csak azért mondom, mert most Jonathan Taylorunk teszem azt úgy állna, 1900 adott fut, nekem az elég, tudod. Megnyerjük a meccset? Jó, jó nekem. Nek, nekik nem jó, ők így mennek, hogy Henrynek legyen meg a 2000. Ne őrítsé már meg. Stáb szerintem normálisan gondolkodik, tehát vannak ezek az elvakult Tennessee beliek ott a messziben, hogy ó, oh, meg kell rekordot, nem kell megcsinálni. Vréből tudja, Arthur Smith észszel dolgoznak. Nem kell megdögleni. be bemegy a másik FD-be, majd minden harmadik kísérletnél meglátod. Az lesz. Meg a Darinton Evans, bocsánat. Tehát ezen kell majd izgulni, hogy akkor most kifutja a jardokat? Ezen. Mert hogy meg fogják futni egyébként. Nyer a Titans, igen-igen igen sok pontot csinálnak majd. Aztán, hogyha úgy jön ki, a, az eredmények úgy alakulnak, papírforma kijön, akkor Tennessee megnyeri a csoportot, Whitecard-on meg megy hozzájuk majd a Baltimore. Hát az micsoda visszavágó lesz úgy tavalyhoz képest. Erre tendálnak a dolgok. Ez a tippem. Nem rossz. Jönnek már kicsit nehezebb mérkőzések, itt van nekünk a Tampa Bay, amelyik ugye ötödik helyér megy, Falcons ellen. Hiányzik majd Carton Davis továbbra is, Tampából, meg Shaquille Barrett, meg Devin White, tehát itt a hátsó hátsó hetesből azért lesznek variálások, vagy nyolcas, ha se tudom mennyi, és hát emiatt azért Matt megint lehetnek yardjai, megint lehetnek first Falcons pontszerzések. Na most ahhoz képest, hogy mekkor átment Matt Ryan, ugye legutóbb is, keményen 14 pontra volt elég, neki se jönnek vissza segítségek. Juliónak nincs meg a meze. Nem játszik. Továbbra is Treadwell parádira lehet számítani, arra lehet. Úgyhogy Falcons, most már meginterjú volták tegnap Rahim Moriszt, hogy, hogy véglegesen vezetőedzői interjút megcsinálja-e. Na, már csak GM kell, ugye? Mindegy, akkor most ők mennek. A Falkonsz nyerni akar egyértelműen, tehát hogyha majd a lokális szuperbólok elmentek, New Orleans-t egyszer se verték, meg, Chiefs ellen kikaptak, akkor majd most Q újra megmutatja, milyen jó kicker extra pontoknál, és akkor majd most a tampát elkapják. Bradynek megmutatja Ryan. Ez lesz az. Ha már az első meccsen megmutatta, aztán a másodikban meg Brady mutatta meg. Ronald még mindig nem játszik, azt hallottam hogy hogy nem, hogy még nem biztos, hogy a játék sőt. Egyre valószínűbb, hogy már nem látjuk itt az alapszakaszban Ronaldót. Hanem akkor megint majd Bradynek a játékait hívják? Lehet, hogy az lesz. ezt megmondta neki, kell az ötödik hely, mert szeretnének keletre menni. Na most ez nem lesz olyan könnyű, hogy a Dallas jut be a play mert az még nyugatra van, de ez már csak másodlagos. Falcons defense el eléggé belejött azért, lássuk be itt a szezon szóval második felére összeszedték magukat. Jót tett nekik az, hogy kirúgtak Dan Quint. Jó, tett. Na most Brady így is átlátja ám, hogy ezek mit szeretnének csinálni. Ugye van ilyen szabály, hogy a Falconsra nem szabad tippelni soha. Ugye, tehát most ez így. Csűrhetem, csavarhatom, de hát rájuk nem fogok már tippelni. Talán jövőre. Most már azért belátom, hogy van esély rá, hogy jövőre majd valamikor. De most még nem. Ez a buccaneers ez a mérkőzés. Aztán nem mint, hogy szerintem nagyon aggódnának, hogy utolérik őket, hogy a hátuk mögött lévőek, de jó formába kell neki menni a rájátszásnak, ugye? Ők is. A Buccaneers, ők az NFC baltimore -ja. Nagyon messzire vezet ez a téma. De ők azok. Ötödikek. Bemennek. Road Warriors. És hogyha favoritként kezdik majd a rájátszást, az egyértelmű. Bármilyen összeállításban. De hát most így még, hogyha pihentetné a Bucks, mondjuk itt az elkapókat, bejönne a Tyler Johnson, legjobb elkapójuk alatt hatodik a depth bejönne, azt akkor visszaesnek szerinted lószart. Jó ez a csapat aránylag. Most a defense, mondom így, hogy ezért foghíjas variálni kell, nem tudnak olyan könnyen alkalmazkodni, Bolsz küldi így is a blitzet, majd azért lesznek itt a falkoznak pontszerző drive de a végén leolvadnak. Hát most ez talán nem lesz olyan szoros, hogy az lesz. Falcons heartbreaker. Még az így méltó búcsú lenne. A győzelem lenne a méltó búcsú. Az meg nem lesz. Na mindegy, nyer a Bucks. Na végre egy tét nélküli meccset is azért beiktatok. Még múlt vasárnap, hogy mind a mindenki csapat lejátszotta a meccsét. Totál meg voltam győződve, hogy itt a végén itt Vikings itt le fogja tiporni a Detroitot. Azok alapján, amit láttunk ott péntek szombaton. És hát nyilván azért, mert a Vikings az egy úgy vezetett csapat, hogy Zimmerrel az élén, hogy minden meccset nyerni kell, sokkal. És hát a Detroit meg, hú, már Stafford se volt, meg most egy valamelyes drótozgatják, nem tudni mi lesz vele, de ez hát így tökéletesnek nézett ki, hogy hogy teljesen szétesett Detroit, még egyet a vikings szal ahol meg ugye muszáj nyerni, hát akkor ez egy teljesen egyértelmű tipp. ehhez képest azért változtak a dolgok. Felolvasom, mert nem bírom fejbe tartani, hogy kik biztosan nem játszanak a Vikings-ból. Dancler, legjobb cornerbackjük. Kendricks nyilvánvalóan, tehát nem vállalja, mert már is sem vállalta. Odenikbo, védőfalban az egyetlen, aki talán generál nyomás, de inkább bőse. Devin Cook, lánynak fontos szereplője a futójátéknak, Rudolf, hát az a megszokták, de ő nem kell, Reef, támadó fal, tekül, lánynak fontos poszt, akkor itt van ez a Chris Jones, a Ross Chris Jones, aki meg beállt Denzler helyett, tehát ott is még variálás, ez lehet, ő nem jó játékos. Tehát oké, okay, hogy a Vikings Mike Zimmer az mindig úgy van, hogy fiúk a maximumot bele kell tenni, de egyébként jó játékosuk, mert nem sok maradt, tehát annyi, hogy Kirk kezd, dobálja Tillennek és Jeffersonnak. Na most ez így egyébként, elég lehet, tehát most is azt mondom, hogy nyer a Vikings, tehát nyilván, tehát erre, erre, nincs válasz a Detroitnak, bármilyen összeállításban, de hát itt azért nagyon-nagyon komoly tehetség hiány van ebben a minnesota keretben, ahhoz, hogy egy magabiztos tippjet rakjak rájuk. Ahhoz képest azt mondom, hogy ez is meg lesz, mert most én a Detroit, ott is persze, bevel motivált, mint beugró edző, de hát kiveszi komolyan ott, tehát annak ott senkinek nincs senkinek sem biztos a munkája a játékosok közül, ugye, mert teljes újrakezdés lesz. Stefford kérdéses. Ugye fáj a bokája, vagy beállítják, vagy nem. Van értelme játszatni? Nincs. falból hiányzik Harvey Dahl meg Crosby. Tehát tackle guard, minusz. És akkor így fájos bokával jöjjön Stafford. Ez lehet, hogy elkezdi, aztán leviszik. Gallaudet sérült listára rakták? Már nem rakták sérült listára. Tíz hete nem játszik, nem rakták sérült listára. Minden héten bégyek, hogy out. Ez biztos volt értelme, nem tudom. De akkor ez van. Detroit Lions így jön. Hát rájuk se tippelek soha, tehát ezért itt a Falcons környékén vannak ők is. Én azt mondom, hogy ez minden szotának áll ez a mérkőzés. Úgyhogy rontani akarnak a draft pozíción, már pedig, akkor itt egy tökéletes lehetőség rá. De hát mit akar Körk? Hát ő kiváló passer ratinget akar még felmenni, PFF grade-be, bemenni top 10-be, meg yardokba, mindenbe, passer rating, minden fontos. Úgyhogy itt ez egy remek alkalom, mert itt, nem tud passzirekezni. Futást se nagyon tudnak védekezni, hát most nincs Delvinkuk, nem muszáj neki adni. Majd adják annak, aki van, Amir Abdullának. Visszavág nekik. Jefferson rámehet akkor a rookie rekordra. Annyira fontos az is, mint Henrynek. Szóval nem tudom, hogy, hogy mi lesz itt a hozzáállás támadásban a Minnesota részéről, de sokkal potensebb támadó egység az, amit ők letesznek az asztalra. Detroitban kevesebb a hiányzó, ami a védelmet illeti, hát nem ügyesek. Tehát az meg mindegy, tehát egy jelet kirakod. Hát így. Nem lesz könnyű mérkőzés. Ez sokakat érdekel. Tudom, ez a, ez a ott a Detroit itt a végén. Első között fogom megnézni. De hát én adom, hogy ezt lehozza a Vikings, hogyha, hogyha némi motiváció megjelenik a fiúkon, hát főleg körkön, nem rajta lesz, akkor ez az övék. Majd Staffordnak nagyon elborult mérkőzés kellene, úgyhogy nem is biztos, hogy játszik úgyhogy ezt lehozzák. Mert az egyébként ő sincs olyan nagy kihívás elé állítva, ugye ezt láttátok Drew Brees mérkőzésén, hogy ezért ez a Vikings ez tud kapni 50 valahányat bárkitől. Úgyhogy lehet, hogy csak ezért azt mondják, hogy na mennyi ezt lesz egy jó meccsünk, mert hát azért bevelnek is azt tenni a legjobbat így a rezumé építésben, hogy ezért a Vikingsra álljanak sok pontot, de sok a kérdőjel itt az oroszlánok környékén. A Vikingsnál nem olyan sok. Úgyhogy ez beírom nekik, így kicsit megszakítva így a nagy tétmérkődések hadát. Na hát vissza fontos meccsekre, rems Kárc. Kárdinás végül is kipottyant a a helyről az előző fordulóban vereséget követően nagyon szégyenletes vereség volt. Remszerre lehet javítani. Tökéletes hely ez a számukra, ugyanis Remszben nagyon nagy bajok vannak. Hallottátok mi? Jared nem tudja vállalni a játékot, és az újja nem gyógyult meg. Kidőlt ugye Henderson, futójuk, Akers vagy játszik, vagy nem. Az, akiben van némi dinamizmus, az nem áll be Max Malcolm Brown. De hát ugye a legnagyobb baj, az nem játszik Cooper Cup, meg ugye a védelemből Brockers. Túlélik. De nem játszik Cooper Cup, tehát akkor John Wolford jön. John Wolford lesz a kezdője a Ramsnek, és mindezt úgy, hogy nem játszik Cup, aki meg az ugye legbiztosabb elkapójuk. Cardinals ellen. Kyler vállalja. Nincs jól, fáj valamilyen, fáj a lába, beöltöztetik, mert meg kell nyerni a kárcnak, ahhoz, hogy előzzenek. Ugye, Chicago úgy számolnak, hogy veszíteni fog a Green Bay ellen. Nem tudom mi alapján, de erre készülnek. Mit tudunk John Wolfordról? Semmit nem tudunk, egyén is soha nem dobott labdát az NFL-ben. Wake játszott, alacsony, AAF-ben focizott, Két éve megszűnt liga. abban jól játszott. Számít? Jobb, mint egy rosszul játszott volna. Cardinals defense ellen. Jön a Pesztrás küldi. Kíváncsi vagyok marhára, mert Sean McVay ugye múlt héten már láthatóan ideges permérges volt arra, amit Gaff így előadott a pályán. Volt már ilyen korábban is, hogy nézd, hogy mit csinál, nem erről volt szó, nem ezt beszéltük meg. Soha nem láttuk még megvét más irányítóval dolgozni Jared Gaffon kívül. És hát a szezon előtti beharangozóban, fűzővel kifelé podcastben az NFC nyugatról abban én benne voltam azt hiszem. És, és, felvetettem ezt, hogy valami, hogyha történik Jared, én azért megnézném, hogy mit tud ez a Rams. Úgyhogy nem ő van ott, hanem Wolford mondjuk, vagy bárki, nem tudom, Bortlusz. Mert ez egy érdekes dolog, hogy megfej, mit tud kihozni másból. Ugye a Senehen kapcsán ezt elmondjuk, hogy ugye Garoppolo, hát olyan, amilyen, de a jön helyette valami cseréirányító, nem látod a nagynak a különbséget. Na most megvénél mi van? Mit tudunk ezt képes Jaredről, aki meg ugye a megvény előtti időszakban, hát nem nézett ki NFL Top 32 irányítónak. Szóval ez most egy érdekes dolog, de nem laboratóriumi körülmények között kapja meg a lehetőséget Wolford, hanem úgy, hogy tehát a titan tudsz dobálni, vagy Woodsnak, Reynolds, Van Jefferson, nem olyan jó, támadófal sem olyan jó, és a Cardinals a védelemben meg hipermotivált lesz, hogy téged szétüssön, mert nekik meg kell a győzés. Tehát rögtön azonnal háborús körülmények között kellene megnézni, hogy mit tud ez a Wolford gyerek. De lehet, hogy így járunk jobban, most beraknád a nem tudom, 49 ers ellen, akkor abból mit tanulsz meg? Semmit. Mert ha jól játszik, akkor mi van? Semmi. Brandon ellenről mit tanulsz meg a Houston ellen? megvonod a válladat. Ugye, én is ezt tettem most. Aki nem nézi, csak hallgatja, csak annak mondom. Wolford beállna egy szeretvered defense ellen, aztán jól néz ki. Jó, hát akkor nincs semmi. Most beáll, szuper motivált Arizona Cardinals ellen, playoff mérkőzés, ugye, aki nyert uti bejut. Akkor ezen a meccsen, hogyha jól teljesítene Wolford, akkor az egy olyan beszélgetést nyitana el, aminek azért nem tudjuk, hogy hol a vége. Így Jared Gaffal kapcsolatban sem, meg ugye McVay rendszere, meg egyáltalán Wolford itt, hogy, hogy értelme lenne, hogy megtartsák, rájátszásból ő kezdjen, ilyesmi. Tehát most ide futhat ki a történet ideális esetben, hogyha ez a manus lenyomja az Arizonát. Azt se tudjuk, hogy ehhez mennyire kell jól játszani. Mert nem tudjuk azt, hogy az Arizona mit csinál majd. Kyler milyen lesz. Mit szeretne tőle Cliff? Mert ez egy Rams védekezés az egy aránylag biztos pont. Tehát ők nem fognak ilyen nagy parádét engedni Kylernek, akkor se, hogyha 150%-os. Tehát, hogy lehet, hogy egy szeretne szaladgálni, az úgy rendben van, abból vannak first -ok, de hát, hogy nem fog üresen rohangálni, Hopkins abban biztosan lehetsz. Meg Körk, meg Izabella nem kerül majd mögéjük. Lehet, hogy inaktív is lesz, főleg azért. Úgyhogy egy a Rams védelem most arra készül, hogy ezt a meccset ezt lehozza, nem tudom, 9-7-re, vagy 22 4 és akkor kész lesz az egész. Meg lesz nyerve a találkozó, azért, mert nem kap. Nagyon kemény mérkőzés a ilyen szempontból, mert hát nagyon nehéz átmenni a remszem. Az a kérdés, hogy itt hányszor kell átmenni? Mert hogyha teszem azt Wolford egyenlő gaff, hát akkor nem kell sok pontot csinálni. Kársznak se. És ez egy elég szomorú dolog, hogy a Remsznek abba kell kapaszkodni, hogy itt van ez az UDF-a gyerek, soha nem dobott még, aztán hát, ha jobban játszik, mint Gaff. Mert hogyha ugyanúgy játszik, mint ő, hát akkor az kevés. Kap nélkül. Mert mondom, hát az offense legfontosabb embere. Mikor két éve kivetted őt, hát akkor összeomlott minden. Nem mindegy, azóta változott kicsit az offense. De hát akkor is. Borzasztó nehéz helyzetből indul el a Rems, hogyha támadni kell. Borzasztó nehéz helyzetben az Arizona is, hogyha támadni kell, de az azért, mert tudnak védekezni a másik oldalon. Hát valahogy azért az összekéne sem Cliff. Tehát, hogyha ezt belebukja az Arizona, akkor gondolkodjanak el, hogy jó embernél van -e a karmesteri pálca. Nem. egy Cliffet kirúgni, két év után hagyjad már előrelépés. Értem. Kellemetlen volna, hogyha így most kibuknak ezen a meccsen. Ha beáll John Wolford, aztán hirtelen az az offense meg jobban néz ki. Van erre esélye? Hát nem sok, de az kicsi azért van. Nem tudom, hogy mi lesz ezen a találkozón. Hashtag rossz tippek. De hát mivel azt van, a mégiscsak ismeretlen entitás jön, nem sokat tudunk róla, régen játszott jól, gyenge csapatok ellen, de a másikon meg csak ott van egy per egy Kyler. A is egy per egy volt. Nagyon nagy kihívásnak van kitéve mind a két offense per kótörbek. Feltételezem, hogy Kyler Murray jobban fel van arra készítve, hogy ezen átlépjen, hogy valamit csináljon belőle és ne csináljon baromságot. A Wolford benne van, hogy baromságot csinál, de ha ő át tud ezen lépni, hát akkor ez legyen neki jó. Tehát most nincs nekem ezzel problémám. Csak hát mi van akkor, hogyha ő jön, checkdown kapitány, vagy mi van, hogyha nem tudja mozgatni a láncokat, akkor ő ma is megindul a lábán? Hát volt olyan, hogy megindult a lábán, ugye? Bólmérkőzéseken, hát aztán marhára mérvadó. Nem tudjuk, hogy wolford mi a padlója. Lehet, hogy nagyon alacsony. Kylernek azért van egy padlója, ami alá nem megy, még hogyha vannak is napok, amikor gyengén adja elő. De hát ez lesz a, a játéknap egyik legérdekesebb meccse. Főleg a hiányzók miatt. Érdekes módon. Tehát lehet, hogy ezt az első fél időt megnézed, és tudod, hogy mi lesz, mert nem lesz izgalmas, meg nem lesz magas színvonalú. De lehet, hogy az utolsó támadás dönt. Úgyhogy ezt meghozta nekünk így a hét csapatos playoff legalább. Kárdinálsz a tippem. Nem érzem magam jól tőle, mert egy Cardinals is már lassan elindult, hogy a Detroit meg az Atlanta irányába, ami a bizodalmamat illeti. Na de hát, hogy lehetne engem megint arról, hogy John Wolf volt a tippeljek? Még a Wake Forest. Persze a Rams defense az állat, tehát én tudom ők, hogy ők azért bárkit leszednek, meg bírom őket. Jó kis defense az, de csupán defense alapján tippet mondani, azért az merész 2020. Mindegy, kárc. Ha beszélgessünk az NFC keletről, végül is itt van. El fog dőlni, valaki be fog jutni, ha már biztosan negatív mérleggel. És akkor hétkor lejátsza a Dallas és a New York Giants ezt az eliminációs mérkőzést, hogy aki veszít, az nem jut be. Hát ugye ez ugye megvan, philadelphia már biztos, hogy nem jut be. És akkor itt aki nyer, az utána szurkol majd, hogy nyerjen az Eagles. Ki fog nyerni a Dallas New York Giants-en? Hát a Dallas, ez a tippem. Mert hogy mi történik? Hát a New York Giants-nél megmondták azt, hogy a Daniel Jones-nak a egészségi állapota nincs azon a szinten, hogy a teljes mértében bevonják az offense-be, teljes fordulat úgyhogy hát amíg nem százszázalékos így a teste, addig csak a zsebben szeretnék őt használni. Hát akkor ő nem lesz olyan veszélyes, így sem. Még hogyha itt a Cowboys, az azért korábbi hetekben, hónapokban arról volt szó, hogy micsoda a nevetség, amit ők csinálnak. Azért egy DJ szintű irányított kordába tudnak tartani, azt gondolom. És e közben meg, amikor támadni kell, most már azt a kábboist látjuk, amelyiket megálmodtuk dek nélkül. Tehát, hogy amit így megnéztél a sérülés idejében, hogy kidőlt dek, hogyan tovább a kábboisznak. És utána lévő három-két mérkőzést, így kitöröltük volna, és utána kezdődött volna el a Cowboysnak az a szezonja Daltonnal, akkor azt mondod, hogy persze, hát erről van szó. Beáll Dalton, kicsit alacsonyabb szinten, de ugyanúgy mozgatja a csapatot, ugyanúgy defense előlép, segít majd rajtuk. Volt pár ilyen förtelem, amikor beáll Dalton, hogy még az éppen nem fogott tojáslabdát, úgy nézett ki, és ezáltal egy kis megváltozott a közvélekedés a Cowboys kapcsán, de csak eljutottunk oda, így a végére, hogy na, lehet ezt a csapatot működtetni, látott Kelem nem kellett beállnod végül is. De ha beállt volna, hát akkor még nem kellene még izgulni, mert korábban jöttek volna a győzelmek. Belépett a klubba a New York Giants is, amelyiknél így el kell gondolkodni, hogy fiúk, hogy lesz ebből két számjegyű pont. Mert hát, hogy nézed őket, nem, nem, nagyon hiszed el, hogy, hogy itt jönnek majd így az explozív játékok. Főleg úgy, hogy azért már a zónireket se tudják behívni, nem harap rá a defense egyáltalán. Cowboysnak állam érkőzés, kérem. Favoritok? Giantsnek a nagy győzelmi szériáját, az véget ért, most vereség széria van, helyükre kerülnek a dolgok. És akkor most megint majd gondolkodnak, hogy most doktoral mi legyen a biztos a pozíciója. Zack martin lehet már aktiválni Dallasba, de nem aktiválják, majd csak a rájátszásra tartalékolni kell. Most tudják, hova állítsák be, már be támadó falba. Nem mondom, hogy Dalton nem zavarható meg, mert odaér a Giants, akkor nyilván neki is lesznek bajok meg. Hát, hogyha kevés pontos mérkőzésbe taszítják bele, turnoverekbe, akkor nyerhet a Giants, de csak akkor. Tehát most erről beszélünk, hogy nagyon magas oxtán számú Cowboys offense, elszakadnak az elkapók, Teljesen jó minden. De Alton ezt átlátja. Tehát amikor neki karrier éve volt, ugye élete csúcspontján lévő AJ Green-nel, eifert Mohamed Sanuval, Marvin Jones-szal, futójáték segített rajta, defense tele volt próbójátékosokkal idő Dalton nem változott meg. Tehát hogy amikor ott körülötte azt látod, mindenki jó játékos, akkor azt le fogja hozni. Lesznek pontjai a Cowboysnak, ebben biztosak vagyunk. Nem csinál idiót a turnovereket, már pedig azt az Dalton ritkán csinál. Lehozza a Cowboys. És akkor a Giants meg majd kapírgál, hátrányból focizás. Nem az ő műfajuk. Hogy a Dallas itt lép egyet majd a rájátszás irányába szerintem, ahogy ezt megtippeltem a szezon előtt, hogy a Cowboys-ba a play mennyire csoportot. Látod milyen könnyű úton? ez így meg lesz, és akkor a éjszakai meg meg lesz, vagy nem? Elmondjam már most. Úgy is tudjátok, kik játszanak. Még egy kis tét nélküli futball, ezúttal az AFC nyugatból, ott azért vannak ilyen jó kis tét nélküli meccsek. Most úgy néz ki, hogy most évekre előre egy vele hogy néz a csoporton, lehet, hogy még lesznek jövőre is ilyenek. Nem játszik a Raidersbe Trent Brown, Ferel, Heat, Jailer Shark, Kwiatkowski, tehát azért lesznek hiányzók a Raidersből. Denverből nem annyira, csak Shelby harris rakták ki meg a Hamlört, szóval így. De mindegy, bármilyen összeállításban jön a Raiders, ez az ő meccsük, mert Kárral hatékonyabb az offense. Kész. Tények. Mariota állna be, kicsit tesztelgessük őt, jobb játékos, mint Lock. Sajnos, látni kell Denveriek, hogy ő jobb játékos. Akkor hozzuk ide, itt a Lok helyett. Hozzátok, nekem mindegy. De így vagy úgy, Raiders potensebb csapat. Bármilyen összeállításában. Védelem az rettenet, nem? Hát mondhatjuk, de nem se sokkal jobb. Az, hogy jobb a, renoméjuk. hogy állítólag, ó, oh, ez a defense az a kemény. Állítólag. Amúgy nem az. Tehát most hátul kik szaladgálnak a szekönderiben. Fel tudod sorolni? Miért nem? motivációs tényező az itt a nagyon keményen jelen van, mert hogyha mi van, hogyha a már nem kell. Hidd el, hogy kell nekik. Azt tudom, hogy a Denver menni fog, mint a Mozambók, mert nekik minden győzelemre szükség van, főleg Drúloknak, hogy az még elhintse a port, hogy ő itt jó helyen van, de Derek van ilyenre szüksége? Hát, talán neki azért nincs, de, de nyerni akar, mert neki is azért ez, ez fontos presztis szempontjából, hogy, hogy azért megutassa, hogy ő egy elit közeli irányító. Ezt állítja magáról és Valójában nem az, de hogyha így lenyomná Denvert, akkor így meg, meg tudnám mutatni, hogy hát azért mégiscsak csak az évvégi rangsorokban azért milyen jó voltam. Jól van akkor. Én szerintem nyer a Raiders. Fontos, hogy emiatt hatékonyabbak. Jobb irányítójuk van kettő. Nekem ez elég. Judinak lehet, hogy lesz elkapása. És nem ejt el labdát? Lehet, hogy elejti. Következő tétmecs Ez is nagyon-nagyon fontos a Cleveland Browns szempontjából. Győzelem esetén tuti playoff. Vereség esetén számolgatás, az nem olyan jó. Másik pályák nézése. Steelers segít, stárok nem játszanak. Volt túl sok sztár van, mindegyik nem tud kiülni, ki tudja ülni, hittel. Tehát Big Ben, TJ Watt, Hayward, úgyhogy biztos, hogy a legnagyobb stárok nem fognak játszani. És lesz úgy hét inaktív. Többiek közül meg hát, hogy leülnek, majd nézik a padról. Ha szóval kell, akkor bemennek rotációba, de egyébként ez mézér Rudolf mérkőzése ő biztos, hogy motivált lesz, megmutassa majd Gerették ellen, hogy na, nem kell őt nevetni, mert a tavalyi szezonban nem volt valami jó, de majd most azóta fejlődött, meg majd ő is az, aki majd most jó játszik, és akkor majd átveszi Röttlisbergertől a stafétát. Az ő fejében ez él, ugye? Úgyhogy ő biztos, hogy menni fog. De hát majd, hogyha Réré McLeodnak kell dobálni a labdát, az azért nem lesz olyan könnyű, mert ugye a futás nem segít rajtuk. Úgyhogy itt sokan azért köpködik Röttlisbergert, hogy mi ez az offense, már hogy néz ki de valójában meg majd megnézed Rudolfal, látni fogod a különbséget. Mert hát mondom még egyszer, tehát a futójátékok nincs konkrétan. Lehet, hogy ezt ők döntik el, hogy ne legyen, szerintem nem ők döntik el, hanem egyszerűen nem működik. És akkor így mindent az iránytónak kell üzemeltetni. Na most ezt Röttlisberger a 17 év rutinnal ezt meg tudja csinálni aránylag lazán, és 15 meccses mintál alapján, Rudolf nem tudom, hogy ezt tudja működtetni, úgyhogy még kiveszed, nem tudom, a claypool meg a Dion T. Johnson, meg a juju hogy ők nem lesznek ott a pályán. És akkor ezt tett működtesd. Még hogyha Cleveland ellen is játszol, akik hajlamosak rosszul helyezkedni. Most a Clevelandben nagy Covid para van, nem azért, mert összefürödtek, az most már rendben van, jönnek vissza lendrigék, tudják vállalni a játékot, tiszták, nem betegek, minden oké, okay. de megint be kellett zárni a létesítményeket, mert vannak mások, akik elkapták a vírust. Denzel volt, ugye, Kárd Joseph, Harrison Bryant, Titan fiú, sendého, hát ő nagyon fog hiányozni, támadó falból Nick Harris, úgyhogy hogy van baj, de felépült Teller támadófalba, és Wills is, tehát lesz támadófal, és lesz futás, Nick Chubb tud majd szaladni, úgyhogy lesz az, és akkor tudja dobni a play action, majd Baker, de jó lesz, újra ott lesz Landry Peoples, Jones, Higgins. És a Cleveland, ha ezt megnyeri, megvan a playoff mindenképpen és akkor 2002 óta először nekik meg lesz. Most azok közül, akik mi versenyzünk, Indianapolis vagyok, azok közül, mi versenyzünk, még a, mi a Clevelandre mondom azt leginkább, hogy jó, hát ha valakinek be kell jutni, akkor jussanak be ők. Tehát akkor nyerjék ezt meg, aztán bukjon a Baltimore valahogy, vagy a Miami, vagy a Tennessee, de főleg a Tennessee az az azért király lenne. De hát, hogyha valakinek be kell menni előttünk, akkor menjen be a Cleveland, hát mióta várnak már. Ez a csapat, ez megérdemelni, mi? Hát, hogyha ez most igazi tétmeccs, Rötlisbergerrel, TJ Watt azért nem kikaptának amúgy. De hát ezt most így megnyerik. Hát ez a Steelers ebben az összeállításában pihentetve alkalmatlan arra, hogy meccset nyerjen. Bárki ellen? Hát ez a Cleveland ellen azért nehezen. Kíváncsi vagyok arra, hogy a séma az változik e Rudolf körül. Miért változna? Na az oké, okay, hogy Big Ben utálja a motion utálja a play action utál hátat fordítani a defense Rudolf, ő szereti? Tehát, hogy a séma az megváltozik, hogy azért behívnak olyanokat Rudolfnak, ami így könnyebb? Ami azért segít az irányítónak? Mert hát elvileg ő nem szólhat bele, ő nem ugat vissza, hogy ne hívjad már ezt főnök. el azt csinál, amit akar. Rudolf nem igazán, tehát ő rövid pórázon van. Szóval emiatt lesz ez érdekes, hogy most ugye a tiresz valójában akar nyerni, hogy azért mutassuk meg a hülyek, cleveland hogy cseréjének tovább leszopatjuk őket, vagy ők már mennének, aztán már szeretnék elkezdeni a wildcard köszönjük, legyünk már túl ezen, menjünk haza. Nem vagyok benne biztos, hogy egyik vagy másik valószínű, mert ilyen bármi előfordulhat, mégiscsak csoport ellenfél. De ahogy ezt már mondtam a, a túlreagálásban is, Steelers örülne annak, hogy a Cleveland bejutna, mert annyival nagyobb esély van, hogy ne jut be Ravens. Az lenne a legfaszább nekik. De hát ahhoz meg azt kellene, hogy kikapjanak a Bengalszóval, hogy nehezen hiszed el, de mindegy. Beengedik a Clevelandet, gyertek ti is, játszatok playoffot. Aztán, hogyha az jön ki, amit én összenyomkodtam a playoff mesinben, meg amit most elmesélek. White card match, Pittsburgh, Cleveland visszavágó lesz. Harmadik az ötödik ellen. Nem, hatodik ellen. Harmadik, hatodik ellen. Hatodik lenne a Cleveland, hogyha az jön ki, amit én mondok. Harmadik az Steelers szerűen, mert most kikapnak. Nyer a Cleveland, jó az mindenkinek. Rudolfnak nem olyan jó, de a többségnek igen. Idény mérkőzés, de nem videó Ez a Philadelphia Washington football team mérkőzés. Immár nem Heskins, mert ő már nincsen. Ha nyara Washington, tovább jut. Rájátszás, csoport elsőség. Ugyanez volt a Panthers ellen is, aztán kikaptak. Melyik az erősebb, Panthers vagy az Eagles? Mit tudunk, most akkor jobban vannak a Washingtonnál? Fúha, hát annyival jobban vannak, hogy nincs már Heskins. És akkor jön Alex. Kérdéses a játék a Alex Smithnek. Lehet, hogy Heineken jön. És Scary Terry, kérdéses a játéka. Azt mondta Rivera, hogy edzésen jól nézett ki, de nem is edz. Tehát így. Nem tudom, a szobabicikli közben azt látták, hogy jó, jó lesz. Antonio Gibson kérdése, hogy a múltkor játszott. Szóval így, így jön a Washington, most hát ki az, akivel jobb esélyt az nekik, Alex Smith-szel, vagy Heineken-vel? van különbség? No offense Alex, de hát annyira ő sem volt megváltó szinten. Aztán majd most itt Heiniki, ki. negyedik számú irányító lenne? Vigőszel fociznak. Égőz kikaparhatja a gesztényét a Cowboysnak, vagy a Giantsnek, hogyha itt most nyer. Hát ezért az Égőzre mindig rájuk tippelek. Amióta Jalen az irányító, most is rájuk tippelek. Vannak hiányzók. Sokakat, az, Igőz Égőz elengedte ezt a mérkőzést olyan szempontból, hogy akinek bármi nyavajája van, az szóljon, és akkor az nem játszik. Most emiatt nem fog játszani Miles Sanders, nem baj, ott van Boston Scott. Nem játszik Mailata támadó falba, úgyis mindig más játszik a támadó falba nem játszik Gadör, nem baj, ott van Örc, utolsó meccs az égő színeiben, meg kell, hogy mutassa. Nem játszik Fletcher Cox, mert helyette nem tud senki beállni, aki tudná őt pótolni, azt látjuk a Cowboys szeren, ez mondjuk baj. Nem játszik Barnett, majd generálja a nyomást Brandon Graham. Nem játszanak a ügyetlen linebackerek Duke Riley és, és Sean Bradley, ügyetlen linebacker bármikor találsz gyakorló csapatba. Nem játszik Malik Jackson, Defensive tekül, régen jó volt, most már nem olyan jó, és nem játszik Jalen Mills, már neki meg zöld a haja. Úgyhogy így össze-vissza sekunderi megmaradt továbbra is, tök mindegy, eddig se voltak jók, hát most kicsit variálsz rajta, akkor miért miért a legrosszabb, továbbra sem maradnak jók. Ez az a fő, játszik Jalen, és tudnak pontokat csinálni így is, bármilyen szeretvere támadó fal van, nem érdekel engem. Doug Peterson hívjon normális playeket, ne csak az, hogy Jordan Howard fusson és akkor akár majd dobja Régernek, Fulgemnek, áson Jeffrinek. Szilveszterkor nem volt nagy kajárás, okádás volt, az meg simán kibúzza utána áson, Jó lesz. És akkor így, Jalen majd a földön megindul. Van lehetőség arra, az időszpontokat pontokat csináljon. Na most nekik kell ez a győzés, egyáltalán nem kell. De Jalennek kell. Márpedig, hogy az irányt nyerni akar, azért sok mindent befolyásol, jó irányba. Azért majd a Chase Young gönni fog. Hát igen, szerencsére ezt nem ott tudja meg, ezt már most tudja, hogy belül a darom pény felén ez nagyon szaladgáljál. Én bírom, vagy bízom benne az, hogy ezért Peterson ezt felméri, hogy mi az a jó gameplay ezen a meccsen. Hogy ez nem nagyon dajkája Jalen? Hát nem kérsz hogy itt azért szereti dajkálgatni, de Dushon is szereti, aztán végén csak jó helyre dobja. Vagy megindul. Azért lesz ez egy érdekes meccs, mert amikor az A csapat támad, akkor lesz egy ez egy jó potens offense, egy jó defense Amikor a másik csapat, akkor vesz egy rettentő offense, rettentő defense ellen. Tehát most bármi benne van. Ugyanaz, ami hasonló, mint múlt héten volt pénteken, ugye a New Orleans Minnesota. Az is ilyen volt. Az egyik tud támadni, másik tud védekezni. Ugye? Ez nem tud támadni, amaz se tud védekezni. Hát akkor ez meg, megint 50-30 lesz? Hát azért azt nem nézek ki annyi pontot a Washingtonból, elmondom nektek. De hát itt a Chase young is nehezen írsz rá 50-et. De azért bármilyen szempontból is nézed, azért a védelem azért egy másodlagos dolog, hogy hogyan kell megállapítani azt, hogy melyik csapat az erősebb. És ezáltal egy Washingtonnak azért benne van a lehetőség, hogy itt nem csinálnak egyen egy pontot se. Vagy annyit csinálnak, mint a New York Giants, az meg 9 maximum. Lehetséges. Itt most kikapnak 10-9-re. Benne van. Washington nem tud pontot csinálni. Ki csinál pontot? Logan Thomas. Igen. Valaki csak odaáll majd rá, nem? Még az Eagles-ről beszélünk, lehet, hogy nem áll az senki. Mint egy megéri Sunday Night football fennmaradni, megérte ezt beválasztani, hogy igen nagy meccs lesz. Minden Eagles meccs igen jó. Ugye, alig várod már. Hát mindig Jalen, amikor játszik, egész Amerika figyel, te jó lesz. Akkor ezt majd most nézzük egyértelműen, hogy múlt héten is figyelt Amerika, mert ugye Game of the Week volt a fox -on. Nem baj, ez most az lesz. Jalen újra megmutatja. Mi, kinek, kinek hogy hogyha Carson Wentz játszana? Húha, Bizony. Akkor 0-0 lenne ez a meccs. Vagy valami defense csinálnak 2-0. Így viszont menni fog az égőz. Megint rájuk tippelek, mindig rájuk tippelek. Playoffban is rájuk tippelek, és nem jutnak be. Ha nem, akkor a Cowboys majd bejut. Ez egy végtelen mennyiségű találkozót nem tud egy védőfal megnyerni egy csapatnak, amit most így a Washington szeretne. Még ugye meg is akasztalak, nem tudom, 7 drive-ot. Még van másik 3, amiből lehet pontokat szerezni nem hiszem el, hogy ezt a Washington megnyeri. Még hogyha Scott Turner olyan pléjeket felrajzol Heinekivel, hogy hogy temész, üresen lesz minden, ki sematizálja az agyát is, hogy az Eagles defense megfirkálják, mert nem értenek hozzá, azért Schwartz csak kitalál valamit, vagy oda küld egy olyan embert, akire nem számít az irányító fiú, vagy a fédőben reagál arra. Ha meg Alex játszik, akkor meg róla mindig tudjuk azt, hogy ő mit szeretne csinálni. Én bízom az eagles még akkor is, hogyha tizencsak csak nézik azok közül, akik egészségesek, de elsősorban azért, mert bízok Jalenben. Úgyhogy tök mindegy, kivel játszanak, rájuk tippelek. Kansas City, Philadelphia, Eagles a tippen. Ez lenne kérem szépen a leginkább kritikus mérkőzés a hétvégén nekem. Ezt kell majd két képernyőn is néznem, a Buffalo és a Miami. Miami, ha nyer, tovább jut akkor nagy eséllyel az Indianapolis nem jut be. Ez van. Fitzpatrick elkapta a vírust. Tua kezd, így is, is ő kezdene. De most nem tudja kiváltani majd Fitzmagic, hogyha baj van. Úgyhogy ez a Dolphins, így jönnek majd Tuával. Lehet, hogy az elkapó fiúk Parker kérdéses, de gondolom az erre az azért őt. És akkor amit megszoktál, felállás Dolphins, azzal jönnek. Hát a Buffalo ugye második helyen áll, és hát ez még veszélybe forog, hogyha jön a Steelers, ők meg kikapnának, de Steelers nem annyira akar jönni, de hát, hogy a második hely, Buffalo mennyire motivált. Most azt mondja Megdermott, hogy ő a kezdőkkel megy neki, aztán majd lehívja őket, hogyha úgy van. Na most emiatt izgulok, mert a csere Buffalo, az kikapna a Dolphins ellen, aztán mi meg majd integetünk nekik. Hát ez az. Úgyhogy meddig játszanak Joshék? Kolbízni sem ennyire nem játszik, mert Kolbízni megsérült, lehet, hogy hetekre kidől, és akkor behozzák helyette Kenny steels t most már ott van az épületben. Úgyhogy ő mondjuk képes egy-egy meccsen egy touchdown szerezni, aztán semmi más, de az is azért aránylag azért sokat számít. Hogyha valahogy, valahogy az lenne a Buffalo fejekben, hogy fiúk, mutassuk meg, hogy mi egy kihívó vagyunk, gyűrűért, chiefs egyenrangú kihívó, ha ez lehetséges, és egy standard AFC élcsapat, amelyik ugyan megnyerte a csoportját, de nekünk fontos az, hogy hogy menjünk bele, és ugye a második kiemelés biztosan meglegyen, meg, hogy ez a csoport meccs, a Dolphins el akarja hitetni magával, hogy ők egy, egy másik olyan kihívó, aki jöhet az EFC keletér meg, hogy ez ilyen rivalizálás lesz. Mutassuk meg mi, bölények, hogy a lószart lesz itt rivalizálás, mi vagyunk itt a feljebb való csapat. És most tapossuk el őket, mutassuk meg, hogy Josh sokkal jobb, mint Tua, és nyerjünk sokkal. És tartsuk őket a pályán, és amikor már leszakítottuk őket, akkor jöjjön be Matt Barclay. Remélem, hogy ez van Megdermott fejében, hogy meg akarja mutatni, hogy ez most igazi, igazi presztízs, és nem engedik be a Dolphins a play -ba. Fú. Mert hogyha ez van, akkor, akkor megnyeri a Buffalo, jobb erőkből állnak. Hiába erős a defense, Josh nem zavarják össze. de Debol majd mondja neki, hogy ne zavarodj össze, hanem csináld azt, amit felrajzolunk. Stefannak dob. Lehetséges Buffalo győzés. Aztán, hogyha meg vezetnek, fél idő, 17-14, és akkor hozzák le, a sztárokat, Dixet, meg a többieket, a Tredavious White-ot, Just, akkor meg fogja fordítani a Dolphins. Nagyon-nagyon félek tőle. Mert amúgy a bills az jó, nem bejut a Dolphins, második, hetedik, play is találkoznak, kiütik a Dolphins-t. Rosszabb draft pozíció, ilyesmi. Nagyon messzire gondolkodó, az már nem érdekli ennyire a bills -t. Nekik azt kellene csinálni, hogy keményen megmutatni, hogy ti vagytok itt az alfák, Verjétek meg a dolfint, kérem szépen, Léci. Én arra számítok, hogy leadják, hogy nem veszik komolyan. De hát, ha komolyan veszik. És akkor, ha komolyan veszi a falu, ők nyernek. Hogyha ilyen himi-humi mérkőzés, kicsit játszol, kicsit lejössz, akkor a Dolphins fog nyerni, mert hát annyira ők nem rosszak. Tehát mondom, jó a védelmük. Tuha, hát röviden dobja, de majd most dobja hosszabban is, mert most muszáj. Most kell a győzés, most nem, áll, nem állhatnak le. Rettegek sajnos. Ez Dolphins valahogy ezt behúzza, de hát kár lenne. Csináljátok meg, Josh. Megdermott bácsi, Léci. Adjátok meg nekünk. Nem akarsz MVP lenni, Josh? Menjél keményen. Hát ha, hát, ezt majd, majd elrabolják a medvék. És akkor te be tudod előzni. Mahomes nem játszik? Ha? Motiváljátok magatokat, hogy a pályán legyetek, hogy nyerjetek sokkal. Lehet ennek a Dolphinsnak sok pontot csinálni? Nem könnyű, de hát valahogy meg kell oldani. Az lenne fontos, Tuától vegyétek el, ők ne csináljanak semennyit, nekem az is jó. Csak nyerjen a Bills. Óriási Bills drukkeré váltam most. Akik így billegnek, hogy most bejutunk vagy nem jutunk hogy az AFC-ben, azok így most szurkolnak a Bills-nek, de hát hogy kevés ilyen csapat van, mert nyilván Tennessee meg a Baltimore ezek leszarják, hogy nyernek, az kész. Mondjuk Cleveland, az még így bármi lehet talán, de hát főleg ugye a Colts. Mi most szurkolunk a Buffalo-nak ki zombol, hogy hogy vigyen be már bennünket a play mert bejutnánk, jobb lenne. Hát sokkal nem lenne jobb, de mégis hát mégiscsak azért focizunk, nem, hogy bejussunk. Úgyhogy hát most még van ez a hét. Az előző után letettem róla, hogy bejutunk, mert nem sikerült túl az a második fél idő, meg hát úgyse érünk el semmit, de ha már itt futball van, akkor olyan motivált vagyok, hogy valahogy oldjuk már meg, de ehhez kellene a segítség, bölények. Léci. Na még két tét nélküli meccs a végére, Chiefs ugye megnyerte az ehf t nekik tök mindegy. Azt mondták, hogy náluk, nem, náluk pihenés van. Most is, jövő héten is, nagyon sok pihenés. És akkor ah, most Chad a kezdő irányító, hogy most kiknek dobál, meg hogy ki lesz ott a nem tudom. Chiefs nem veszi komolyan, erről kiadták a közleményt, hogy a kedves szurkolók hétvégi Los angeles chargers szeleni mérkőzést nem veszik komolyan. Üdvözlettel Andy Reid. Most ez így kijött, el lehet olvasni, Twitterre kirakták. Na most akkor e közben a Chargers, -e, komolyan veszik Anthony Lynn, minden győzelemre szükség van, statement győzelem lenne, lenyőznék a címvédőt. Bizony. Hörbi játszik. Na most cserébe az összes játékos, aki valaha szerepelt ilyen All Pro csapatban, az nem játszik. Tehát hiányozni fog Hunter Henry, amikor pont nem szerepelt, Bosa, Bulaga, Casey Hayward, Keenan Allen. Tehát, egy akire lehetett szavazni Pro azok közül senki nem fog játszani, csak Hörby elégnek kell, hogy legyen. Elkezdődik a mérkőzés, azt látod, Chad Henni vezet egy csapatot, hat éve nem volt kezdő meccse, ha körül, hiányzott már a ligából, mi? Hörbi ellen. Nem érdekel a séma, nem érdekel semmi. Ezt Hörbi lehozza. Megmutatják. Chiefsnek jó a vereség. Ja. Akkor Chargers a tippem. Rohansz majd nézni ezt, hogy most ebből a meccsből mi lett. Hát biztos nem is tudom, hogy ezt kezdjem el hamarabb, vagy a Denver Las vegas ami, ami egy bepótolásra. Csak melyiket kezdenétek el, azért nem könnyű kérdés. És az utolsó meccs, amiről azt hittük, még egy három héttel ezelőtt, hogy óriási tétje lesz, az a Jets Pets. Nem játszik Frank Gore, rakták, nem lesz több jargya. Jövőre újra megpróbálja ezeret elérni. Csak 550 kell. És akkor most az van, hogy a Jets tuti 1 per 2, győzelem, vereség, nem oszt, nem szoroz a draft helyen, de hát Adam Gays nem úgyse motiválja az, egész. Ő a győzelemért megy. Van egy csapat, amelyiknél lehet mondani, hogy a, a, motiváció az nem tényező, mert biztos, hogy mindent beleadnak, az a Jets, mert ők aztán mindent bele fognak adni. Ő van a New england -del? Hát ez itt az érdekesebb kérdés, kérem, mert Shaq Mason, meg Andrews ugye hiányzik, akik tudnak futást blokkolni, hát ők nem blokkolnak most futást, problém, és akkor itt a halálosztó Jets védőfal majd át, meg nem tud futni a New England, jaj, mi lesz? A Bill Belichicknek fontos a győzelem. Fontos az, hogy minden idők legtöbb győzelme, legjobb mérleg, bármi ilyen, ilyen historikus statisztikába még egyet hozzá lehessen adni a győzelmekhez. Őt ezt motiválja, biztos vagyok benne. Meg hát a másik az, hogy egy hülye Jets megverjen bennünket, hagyjad már. Mi ez a csapat? Van egy ilyen csapat egyáltalán? a ezeket le akarja nyomni. Csak hát ő az előző 15-öt is le akarta nyomni. Aztán nagyon keveset sikerült, érted? pusztán az akarat az igen kevés. Aztán majd itt csetszelen összesen matizálják? Hát nem tudom. Gyönyörű meccsre van kilátás. Ha még így egymás meri állítod az embereket, a résztvevőket, a sakbábukat, hát még ott tartunk, ha még a Jetsben több támadó erő van. És a defense, a defense az nehezebben megmondani, mert nem olyan jól menedzselt egység a jets no offense. Tehát nem lepődnék meg, hogy a Jets nyer. Annyi biztos, hogy a végeredmény az 13-10 lesz. Nem tudom, hogy kinek. Lehet, hogy a Jetsnek. És akkor majd így ők is ilyen kis érmet akasztanak a nyakukba, hogy, egy három győzés. Igen. Cam Newton a kezdő. Állítólag nem jött más hír, de hát fogjuk látni temet. Biztos, hogy fogjuk látni. pályán hát azt nem tudom, hogy a pályán. Ha ő kezdene, biztos, hogy nyer a Jets. Úgyhogy, mivel ezt nem kommunikálták le, hogy ő kezdene, így feltételezem, hogy New England azért szeretné nyerni. Arra még mindig Newton adja a legjobb esélyt. Hogyha az első fél időben, alatt azért még képben vannak, ne adj Isten, vezetnek, egy labda birtoklás, még akkor is. Newton végig a pályán marad, aztán lehet, hogy a végén azért majd Folk berúgja volt a csapatán, és akkor nyer a Pétriot. Ők a tippem. Egész szezon lemegy, úgyhogy nem tippelek a Jetsre. a szégyen. Hát ennyi lett volna. Remélem nem maradt ki semmi. Volt olyan, emlékeztek rá, még a szezon elején kihagytam két vagy három meccset. Seattle, Miami vagy valami ilyesmi. Felsiklottam a papírom fölötte. Volt olyan ebben a szezonban. Kihagytam, de talán most nem. Hát ezek lettek volna a tökéletes tipsor, hogyha így a a playoff be akkor majd ki fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet nektek, jó szurkolást holnapra! mindenkinek, aki még motivált, aki még nem annak meg a vereséghez, aki meg nagyon ráér, mert nem érdekli már a csapata, az szurkoljon izomból a buffalo Mert nekünk nagyon kéne. Mi hozzuk a sajátunkat, ne féljetek lények azt. Holnap veletek vagyunk. Hajrá, Bills! Köszönöm. Hétfőn, kedden majd jönnek a túlreagálások, négyesével valószínűleg, de aztán ki tudja, visszatér minden az eredeti rendbe. Aztán a Playoff, hát az meg majd egy más kávéhez, De először jussunk be. Jó van, akkor meg volt minden. Elköszönés, sziasztok!